Gondtalan gyermekek játszanak a Bonyhádi óvoda udvarán. A kis közösségek minden szeptemberben megváltozott csoporttagsággal indítják a nevelési évet. Hamarosan, itt az ideje a beiratkozásnak, amikor is döntenie kell a leendő kis csoportosok szüleinek, melyik bonyhádi intézménybe szeretnék, hogy a család legnagyobb kincse eltöltse óvis éveit. A képviselőtestület eldöntött a beiratás időpontját, amit jogszabályi keretek között teszünk meg, tehát április 20 és május 20 között ezt el kell végezni. Április 20-án és 21-én várjuk a beiratkozókat, helyileg a művelődési központban, várhatóan a 26-os teremben. Ilyenkor a két nap alatt reggel 8 órától este 6 óráig bármikor lehet érkezni, gyerekeket is lehet hozni, hiszen sokszor ilyenkor még otthon van gyersen az édesanyja, és úgy jön el beiratkozni. Az nagyon fontos, hogy tulajdonképpen a beiratás az egy közös akarat, tehát a szülők közös akarata, és hát valahol beletartozik a gyerek úgynevezett életpályájába, mint ahogy az iskolaválasztás is, és ezért nagyon fontos, hogy egy közös szándék legyen a mögött, amit a szülő választ vagy megjelöl. A szülőknek kettő óvodai intézményt kell megjelölniük a beiratkozás alkalmával. Az, hogy a gyermek melyik intézmény melyik csoportjában kezdheti meg majd óvis éveit, az a beiratást követően 30 nappal derül ki. Mindazon kisgyerekeket be kell iratni, akik 2023. augusztus 31-ig betöltik a harmadik életévüket. Tehát őket kötelező. Akik ezután az időpont után születtek, csak a jövő szeptemberben válnak óvodakötelessé, de őket is be lehet iratni, és őt célszerű is, ha a család úgy gondolja, hogy a gyermeknek évközben óvodai férőhelyre lesz szüksége. Általában az őszi gyerekeket mind beiratják a családok, a tavasszal született gyerekeknél azért már vannak különbségek, hiszen sok köztük a bölcsődés, aki végig a bölcsődében marad. Ami a beiratással kapcsolatban nagyon fontos információ, az az, hogy április 15-ig kell benyújtania azoknak a családoknak a kérelmet a Tolna megyei kormányhivatalhoz, ide a járási hivatalhoz, akik valamilyen oknál fogva felmentést kérnek a gyerekek számára az óvodába járás kötelezettségének teljesítése alól. Ez általában betegség, vagy valami más egyéb nyomós ok. Ez az április 15-i határidő olyan szempontból nem jogvesztő, hogy egy betegség fennállása esetén ez után is van lehetőség benyújtani a kérelmet. Akik külföldön tartózkodnak, őket is értesíti majd az oktatási hivatal arról, hogy óvodakötelessé vált a gyermekük. Nekik a beiratás utolsó határnapját követő 15 napon belül, tehát körülbelül május 12-e körülig, az oktatási hivatal honlapján kell jelezniük, hogy külföldön tartózkodnak, és a gyermekük ott fogja teljesíteni majd az óvodába járás kötelezettségét. A beiratkozáshoz szükséges mind a szülő, mind a gyermek, minden személyes okmánya. Gyermek rendelkezésre álló okmányai szükségesek, és azért mondom, hogy rendelkezésre álló, mert ha mondjuk valaki most jött haza külföldről, nem biztos, hogy lesz tajkártyája. Ha valaki nem magyar állampolgár, akkor más papírjai vannak. Tehát minden, ami a gyereké, gyerekre vonatkozó személyügyi okmány, és a szülők személyazonosításra alkalmas okmányai, hogy tudjuk, hogy ki az, aki valóban beiratja a gyermeket. A beiratást megelőzi egy előzetes jelentkezés. Ez az előzetes jelentkezés már folyamatban van. Ez opcionális, nem kötelező. Be lehet nyújtani az előzetes jelentkezési lapokat, és akkor beiratáskor tulajdonképpen már csak egy adategyeztetés történik. Ezt a jelentkezési lapot hát fizikailag papíron is be lehet nyújtani, el lehet küldeni elektronikusan. Minden ezzel kapcsolatos információt a hirdetményben, a beiratási hirdetményben megtalálnak a családok. Ez a hirdetmény mind a város honlapján, mind pedig az intézménynek a honlapján megtalálható a jelentkezési lappal.
És a nemzetiségi nyilatkozattal együtt, amit ugyanúgy ki kellene töltenie azoknak, akik nemzetiségi csoportokban kérnek elhelyezést, Bonyhád városában több helyütt van ilyen lehetőség. Az előzetes jelentkezési lapok benyújtási határideje április 10-e. Az intézmények nyílt napokkal készülnek, ahol betekintést engednek a mindennapjaikba. Március 27 és 31 között tartunk nyílt napokat. 27-én a Szélkakasos óvodába látogathatnak el a családok a Perszelmól utcába, 28-án ide a Malom óvodába a Széchenyi térre, 29-én a Ficánka óvodába a fájlakótelepre, 30-án a Liget óvodába a Bolyai utcába, 31-én a Napsugár óvodába Majosra. A Pittypang óvoda jelen pillanatban ugye zárva van, a gyerekek a Liget óvodában nyertek elhelyezést a téli időszakra ismert okok miatt. Ők majd április 18-án, tehát közvetlenül a beiratás előtt két nappal fognak nyílt napot tartani. A nyílt napokon délelőttönként a szülők a gyerekek nélkül betekinthetnek a csoportok munkájába, tehát vezetett, irányított tevékenységeket, játékot, udvari játékot nézhetnek, beszélgethetnek a kollégákkal, minden helyre elmehetnek, váltva minden nap. Délután pedig a gyerekeket is várjuk játszani 4:30 és 5:30 között, akik meg is ismerhetik az épületet, a csoportszobákat, az udvarokat, némi játékot is, hát egy kicsit az időjárástól is függ, azért szeretnek az udvaron szaladgálni, ez mindig nagyon érdekes, főleg azok számára, akik kicsit félénkebbek, és a benti együttlét, az intim együttlét, a közelség még nem megy olyan jól. Bonyhádon az óvodai beiratkozásra április 20-án és 21-én kerül sor a művelődési központban.